A belügyminisztérium tervei szerint egyenruhás iskolaőröket alkalmazhatnak az oktatási intézmények. A baloldali lapok már fizikai erőszakról és a kormány vasmarkáról cikkeznek. Az iskolaőrök megakadályozhatnák, hogy a tanköteles korú diákok a tanítás vége előtt elhagyják az iskolát, valamint jogosultak lennének betartatni a házi rendet, illetve elfogni azokat, akik bűncselekményt vagy szabálysértést követtek el. Továbbá meggátolhatnák az intézmény területére való jogosulatlan belépést. A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete értetlenül áll a tervek előtt, és felháborítónak tartja, hogy a döntéshozók olyan mértékben bizalmatlanok a gyerekekkel szemben, hogy karhatalommal akarják bent tartani őket az iskolában. Na, miért rendet teszünk itt a kritikák között? Mert hogy vendégünk Glovicki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval a belügyminisztérium elképzelése kapott hideget, meleget bőven, akár a szülők, akár a pedagógusok részéről. Hogy látják ezt önök, az oktatási kormányzat? Mit szólnak a belügy elképzeléséhez? Ismerjük az iskolai konfliktusokat, kívül belül iskolaépület mellett és azon belül tanárveréseket, diákveréseket. Mióta a kormányon vagyunk, 2 éve folyamatosan sorjáznak ránk a kérdések, hogy mit teszünk. Mi, mint oktatásért felelős államtitkárság, alapvetően a pedagógiáról beszélünk, ezekre a kérdésekre szeretnénk megnevelni a gyerekeket, de mindig az a visszakérdezés, hogy jó, de mit teszünk. A belügyminisztériummal 2 éve beszélgetünk, alakítjuk ezt az elképzelést. Az a helyzet, hogy valóban kell valamit tenni ott, ahol szükség van rá. De nem inkább a nevelési eszközöket visszaadni a pedagógusok kezébe? Ezt nem én találtam ki, hanem pedagógusok mondják. Tehát amikor önök 2 évvel ezelőtt azt fogalmazták meg, hogy nem közoktatásról, hanem köznevelésről beszélünk, akkor vajon megvalósult ez a gyakorlatban, hogy a nevelési eszközök is visszakerültek a pedagógus kezébe, és akkor lehet, hogy most nem lenne szükség iskolarendőre, vagy iskolaőrre, bocsánat. Nem 1 vagy 2 éves trendekről van szó, sem a nevelés visszavezetésében, sem pedig az iskolaőrök által felügyelt problémákra. Azért hagytam abba az előző mondatomat azzal, hogy ahol szükség van rá, pontosabban ahol az iskola ezt szeretné. Ez egy nagyon fontos kritérium, amihez mi kötöttük magunkat. Tehát mi folyamatosan próbáljuk az új törvényünkkel, amelyet még nem vezettek be, a nevelés eszközeit visszavezetni az iskolába. De itt olyan konfliktusokról van szó, amelyekre korábban is csak azt tudtuk mondani, és tudta mindenki, hogy ezek bűncselekmények alapvetően, tehát itt nincs szó pedagógiai eszközökről. Van rá eszköz, mert hiszen törvény tiltja azt, hogy valaki mondjuk fegyverrel neki menjen egy másik embernek, de egy iskolában nem volt olyan ember, aki érvényesítse ezeket a törvényeket. De akkor itt az iskola őr feladata pontosan mi lesz? Ez az iskola őr. Gyakorlatilag az a személy, mint egy biztonsági őr tulajdonképpen. Egy? Természetesen. És az majd akár egy bandával el tud bánni? Nem arról van szó, hogy kommandós harcokat szeretne bárki látni az iskolában, hanem arról, hogy egy portás, egy pedagógus, egy iskolai alkalmazott nyugdíjas portás nénit képzeljünk el. Hiába van arra törvény, hogy mondjuk nem verünk tanárt, vagy nem verünk diákot, vagy a szülő értekezleten nem verekedünk össze. Sajnos ilyen helyzetek vannak Magyarországon. Itt el kell fogadnunk, hogyha egy iskola igényt tart arra látva tanulóit, szülőket, környezetüket, hogy külső segítségre szorulnak, akkor erre lehetőséget kell adni. De mire lesz például jogköre vagy hatásköre az iskolaőrnek? Tehát milyen szintig tud közbeavatkozni például egy tanárverésnél? Hogy milyen eszközökkel élhet a diákok ellen? Nyilván nem azért van ott, hogy a diákok ellen éljen, hanem arra van eszközrendszere, hogy megakadályozzon konfliktusokat. Amennyiben tettlegességről van szó, ott természetesen ennek a megakadályozásához szükséges fizikai erőt is használhat. Nyilván, és ezt is nagyon szigorúan mi kértük a belügyminisztériumtól, úgyhogy ezzel kapcsolatban jelentési kötelezettsége van, illetve felügyelet fölött a rendőrségen. Ki fogja finanszírozni, fizetni az iskola őröket? Ön az imént úgy fogalmazott, hogy tehát ezek szerint nem egy központilag elrendelt, kötelező jelleggel majd ott álló vagy posztoló iskola őr lesz, hanem amennyiben az iskola ezt igényli. Na most lehet, hogy az iskola igényelni, csak gyakorlatilag még portaszolgálatra vagy portásra sincs pénze, nem egy, nem két intézménynek, nem hogy iskola őre. Ki fogja ezt finanszírozni? Ezt is központilag oldják majd meg?
Igen, ez alapvetően a belügyminisztériumnak a hatásköre, és valóban központi megoldást szeretnénk találni, tehát a kérés az az iskolától jön, nyilván lehet számítani arra, hogy bizonyos iskolatípusokban vagy bizonyos helyeken ez egy gyakoribb kérdés lesz. Ki lehet iskolaőr? Ez is itt alapvetően a rendőrségi törvénynek a megváltoztatásáról vagy kitágításáról van szó, tehát nagyon fontos meghatározni. Nem csak azt, hogy milyen képzettségek kell, hogy legyen, mint biztonsági őr, vagy erre alkalmas rendőrségileg meghatározott személy, hanem arról is tárgyalunk a BM-mel, hogy egy olyan típusú speciális továbbképzésen kell részt venni, ahol az iskola működésével vagy életével is megismerkedik. Azt tudjuk, hogy ahogy egyelőre várják a véleményeket, a javaslatokat, hát van belőlük bőven, ebből mi is idéztünk néhányat a beszélgetés elején. Mikortól kezdődne az iskola önrendszer? Hát ez nyilván nincs tanévhez kötve, tehát ha most elkezdjük megváltoztatni a rendőrségi törvény, nyilván törvénymódosításhoz a parlament asszisztenciája kell, pontosabban ő dönt, tehát ez nagyon nehéz megjósolni, de hogyha mondjuk az ősz közepén megszületik ez a törvény, akkor akár munkába is állhatnak. Akkor ez ezek szerint nem a köznevelési törvény része lesz? Hát nem, ennek a ilyen típusú törvényi szabályozása azért is a BM kezelésében jelent meg, mert a rendőrségi törvény két módosításáról van szó. Értem, menjünk tovább. Hogy működnek az állami kézbe került iskolák? Mik a tapasztalatok? Nagyon gyengén, hiszen egy nagyon gyenge rendszert kapott ajándékba az állam 2012. január 1-én egyelőre, ugyanis nem arról volt szó, hogy egy megtervezett átvétel folyamán egy ismert csomagot tervszerűen átvett az állam, hanem a tönkremenő félben lévő önkormányzatok a hitelekkel terhelt intézményeiket adták át egy ideiglenesen működő fenntartói rendszernek. Nagyon sok nehézség van szakmailag is és anyagilag is ezen a téren. Hát szakmailag ugye az egyik nehézség, amitől ugye a sajtó is itt-ott hangos, azok a kinevezési botrányok. Hát nyilván erre önöknek választ kell, hogy adni, vagy ez is egy olyan kérdés, amit kezelni kell. Miért ragaszkodnak ahhoz, hogy állami szinten döntsenek arról, hogy egy-egy település iskolájában ki legyen az igazgató? Miért nem szólhat ebbe bele a tantestület vagy a pedagógusok? Helyszinten mégiscsak ők ismerik jobban, nem? Az beleszólhatnak. Úgy tűnik a sajtóból, mintha itt valami vadonatúj eljárásról lenne szó, holott az intézményvezetők kinevezése pontosan ugyanolyan pályázati eljárás alapján történik, mint 1, 2, 3, 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Beleszólhatnak a pedagógusok. Az, hogy a nevelőtestület döntse el azt, hogy a saját munkáltatója kicsoda, ez egy örök tyúk vagy tojás kérdés. Mert igaz, én is pedagógusként tudom, hogy egy jól működő nevelőtestületnek ez egy autonóm joga kéne, hogy legyen. Másfelől abban is van azért valami paradoxon, hogy valaki a saját munkáltatóját megválaszza. Itt is meglehetősen furcsa dolgok sülnek ki. Körülbelül 50-50%-os igazat adok annak is, hogy a nevelőtestület vagy egy önkormányzat vagy fenntartó nevezze ki végül is. Jelenleg az a helyzet hosszú ideje, és most is, hogy véleményt kell formálni a nevelőtestületnek, szülőknek, diákoknak, és helyi szintű jelölést hagy jóvá a miniszter. Változik-e az iskolaigazgató kinevezési gyakorlata a jövőben? Ez az egyik kérdésem. A másik az, hogy azokban az intézményekben, amelyek most az önkormányzati fenntartásból állami kézbe kerültek, maga után vonja ez azt, hogy új igazgató is kerül majd az élére? Természetesen, amikor jövőre körülbelül 6000 feladatellátási hely, vagyis effektív iskola átvétele fog megtörténni, szó sincs arról, hogy igazgatókat leváltanánk, vagy újakat akarna bárki kinevezni, hiszen az alatt közben bevezetésre kerül az új törvény, ami eleve egyfajta állami felügyeletet biztosít, mint munkáltató is az igazgatók fölött. Tehát nem kell attól tartani mindenféle rémhír ellenére, hogy itt több ezer igazgatót instantszerűen le szeretne bárki váltani a posztjáról. Egyetlen dologról beszélünk még a végén, ez pedig az ugyancsak sokat vitatott és bírált, nem csupán a pedagógusok, hanem például a Magyar Tudományos Akadémia részéről is új nemzeti alaptanterv. Még mindig úgy gondolják, látva ezeket a kritikákat, bírálatokat, hogy jobb, mint az eddigi? Hát nem jobb, hanem más. Hát mi azt hittük, azért kell más, hogy jobb legyen.
A vita nem arról folyik, hogy jobb vagy nem jobb. Egyébként nem tudok arról, hogy ilyen sok ember ellenezni, vagy a Tudományos Akadémiáról sem. A PDS, a PS és hát a Magyar Tudományos Akadémia is azért jó sok pontban megfogalmazott kritikát tett közzé. Erről beszélgettünk. Igen. A PDS és a PS nagyon gyakran szereptévesztésben van, mert mint érdekképviseleti szervezet nem tudom pontosan, hogy itt a MTA-val mennyire kerül egy sorba. Az MTA-val valóban nagyon komoly tárgyalásokat folytattunk, és éppen a napokban Pálinkás elnök úrral tettük meg az utolsó simításokat a NAT-on. Hát talán úgy kerül egy sorba, hogy pedagógusokként elmondják a véleményüket. Arról a NAT-ról, amit alkalmazniuk kell majd. Ez teljesen igaz. Én a pedagógusokat 150 ezres nagyságrendjükben nem tudom azonosítani ezzel a két szervezettel. Pedagógusokból én is ismerek legalább annyit, ahányan ennek a két szervezetnek a tagjai, és tudom, hogy várják a NAT-ot. A kritikák, a bírálatok alapján történnek-e még módosítások, mielőtt végül is aztán az országgyűlés elé kerül a véleges előterjesztés? Nem kerül az országgyűlés elé, mert kormányhatározat nemzeti alaptanterv, és természetesen a vita során rengeteget alakult, tehát elég komoly átalakulások tartalmilag is és szerkezetileg is történtek benne. Mikor születik meg a végleges nap, mikor kerül a kormány elé? A kormány elé április végén, május elején kerül az előzetes terveknek megfelelően. Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt.